Sziasztok, üdvözletem minden kökiről, és a mai útunk célja Szeged. Ebben 8 hétkor induló híres így célra mennénk, de van mindjárt mutatom, hogy na már az hozza a formáját, mert már most 10 perc késésre van, és még el sem indult a nyugatiból. De hát előbb-utóbb csak megérkezünk. És remélhetően mind a három fényvillamos sikerül majd fotózni, videózni. S36-os személyvonat érkezik Tápolnáci felől a 8. vágányra. A vonat a Kőbánya Kisztes állomásig közlekedik, a vágány mellett kérjük vigyázzanak. És ameddig nem jön a vonat, addig kihasználva, hogy itt van wifi az állomáson, akkor nézzünk egy gőzöses filmet. A vonat kökinél csak kb. 6 percet, hogyha valami sikerült visszahozni belőle. Egyébként már megérkeztünk Kecskemétre. Ja, és egyébként házi mozi is ide be van rendezve. Úgyhogy így kényelmes YouTube videókat nézni. Gátér Csongrádon át Szentesre 9 óra 35 perckor a 4. vágányról.
akkor sziasztok, megérkeztünk Szegedbe, úgyhogy az utazós videó az nagyjából eddig fog tartani, innen majd egy külön videó fognak jönni, ahol majd a szegedi tömegközlekedésről fog szólni, elsősorban a fényvillamosok piaci jöttem, de persze mindent fog videózni, ami jön. Itt ott van mögöttünk a... Ja, azért volt, azért a Szent István talaxozzal jöttünk. És már benne áll egy Dacia. Az előbb még nem volt ott, azt most tolták ide. És itt van még a másik irányba mellettünk egy BZ. Hát ez nem tudom merre fog menni, mert ugye Röszkére már nincs vonat. 155-ösen meg vágányzár van. Úgyhogy hirtelen más meg nincsen. Majd mindjárt megnézni, hogy van-e valami kiírva, de szerintem csak tárolják. Úgyhogy akkor most venni kell egy napi jegyet Szegeden, aztán irány, amerre sikerül. Villamos, busz, ami jön. Ja, meg persze Tolli is. És akkor ezt nézzétek, közben itt vagyunk Szegeden. És itt az eredményjelzőn lehet látni, hogy milyen buszok is hol mennek. Hát én sajnos pont elment egyik a busz, amivel nem maradtok. És itt van egy kiadógép, úgyhogy mindjárt veszünk is egy napi jegyet. Mondja, hogy igen, van 24 órás jegy, azt kell. Kezdjék, és egyébként 1040 forintba kerül egy 24 órás jegy. Most már fizetés, bankkártyás fizetés, és akkor most egy picit megállítom a videót, mert előkezhetem a bankkártyámat. Az SMS már megérkezett, hogy levette, úgyhogy mindjárt meg is lesz. Jó. Nem kell nekünk számla. Csak adjad a jegyet. És meg is kaptok a napi jegyet. Nézzétek meg. Meg is mutatom nektek. Így néz ki egy 24 órás jegy. És Debrecenne ellentétben itt tényleg egy fél perc alatt sikerült megvenni. Ennyire jó, hogy van működő egy kiadó automata, és nem kell sorba állni. Meg persze, hogy nem akkor mentem, mikor mindenkinek lejárt a bérlete, és mindenki újat vett. Egyébként azt hiszem kezelni kell az első felszállásnál, és onnastól indul az óra. Tehát 24 óráig jó. Tehát mindjárt felszállok itt valamire. Szerintem egy kettes villamosra. Még az egyik az most ment el, de majd jön másik. És akkor óra indul. Mehetünk Szegeden. És akkor nézzétek, meg itt vagyunk a Szegeden a vasútállomás előtt, amit Indóház térnek hívnak, nem véletlenül. Ugye, itt van az Indóház. És ki van vezetve ide egy hangos bemondó, ami nagyon hasznos tud lenni szerintem, hogyha éppen csak megkezdve a vasútállomásra. Én rögtön tudom, hogy melyik vágányhoz kell menni. Bár Szegeden nincs olyan sok, pláne most egy vágányzár van, tehát egy meg két, köszönöm, összesen van két vágány, amire vonat indulhat. Vagy amit a linen vonatok szoktak így most menni, hogy csak egy fele mehet Budapest fele. Bemutatom nektek még a szegedi eredményjelzőt is. Gyakorlatilag a helyi futár szintén GPS alapon működik, a pontos időt mutatja ott fönn, tehát ez a budapesti futárban nagyon hiányzik, hogy a pontos időt nem mutatja, ezt így többen szóvá tették már, de hát egyszerűbb lenne sokszor, hogy nem kell a telefont előkapadni a zsebből, hanem meg lehetne így egy pillantást nézni, mennyi az idő, de egyébként ott mutatja, hogy a következő mikor fog jönni. Ugye, hogy akadálymentes, hát nyilván az összes pez az, ugye a buszok közül nem mindegyik, azt tehát külön jelzi az akadálymentes buszokat, sőt egyébként a fényjárműveket még tavaly úgy volt, hogy ilyen inverse színnel, de kijelezte, hogy most az fog jönni, de remélhetőleg az idén is így lesz. És akkor nézzétek meg, itt van a maga a vasútállomás, le kell onnan szemből fölvenni. És a szegedi vasútállomás. És ott a szegedi indóház. Hát majd 7 percből fog jönni egy perc a villamos, azzal elmegyünk. Ugye azt mondtam, hogy a napi jegy az itt úgy működik, hogy ki kell lukasztani, mikor mert megkezdjük az utazást, tehát felszállok a villamosnak, kilukasztom, és akkor óra indul, van 24 óránk. Addig érvényes a jegy. És korlátlan átszállással bármire. Zolira, villamosra, buszra, mindenre érvényes, ami Szegeden belül megy. Szerintem a vonatra nem, ez nem olyan, mint az BKK-nál, hogy a városon belül azért a vasútra is érvényes, bár most jelentősége nincsen, mert a 125-es vonal, mondom, vágányzárban, és ott lehetne azt, hogy még Szeged Rókusi vonattal utazni, de szerintem arra itt nem érvényes. Még a rendes havi bérlet se, az csak Budapesten van. Szerintem még Debrecenben sincs így, bár aznak nem néztem utána, mert szintén nem volt jelentősége. De ott még lehetséges egyébként így utazni, mert még a Csapókerti vasútállomástól, Nagyállomástól, vagy a Tocó-völgyiről.
mert úgy tudom, hogy még az is Debrecennek a közigazgatási területe, de igazából ez most mindegy is. Már úgyse Debrecenben vagyunk. És egyébként itt még vannak ilyen földgázzal működő ikaruszok is. Láttam is egyet elmenni, de még korábban már videóztam, meg fotóztam mondtam őket, hát szerencsék van, akkor még fog jönni egy, és akkor arról majd készítek videót. Hát ha nem, akkor így jártatok. És akkor nézzük, meg itt vagyunk. Na, Indóház tér, szintén Szeged, és arról fog majd jönni a villamos. És amit nem mondtam még nektek, de igazség, hogy Szegeden mindenhol hurok vágány van, meg fordító, mert a errefele egyirányú villamosok vannak, vagyis hát eltője egy oldalú, tehát csak az egyik irányból vezethetőek, a bezzákat általában mind ilyen, tehát hurokvágányba fordulnak meg mindenhol. Minden végállomáson hurokvágány van, ahol meg lehet fordulni, és jön is egy bezza. És akkor üdvözletem is innen ismét az Indóház térről, Szegedről. Véget ért a nap, utolsó vonat 20 percen belül megy, vagyis hát kb. 20 perc múlva is elbúcsúzunk akkor most már Szegedtől. De eredményes egy nap volt, az biztos. Legalább másfél órányi felvett videó, meg több száz fénykép, ami készült. Még a fényvillamos az most fog jönni, szerintem perceken belül, ebben 8 perc múlva indul, legalábbis a nagy tábla azt mutatta. Úgyhogy azt még megvárom, azt a irány a vonathoz. Vettem az Intercity részbe helyjegyet, igazából 140 forinttal került körülbelül többbe, mint a sima. És hát ennyit megér, akkor legalább biztosan ülőhelyem. És hát 21.50-re akkor ebben nyugatiba van, hát szerintem inkább szerintem le fogok szállni kökén, mert jár még a 85-ös. Az a hamarabb hazaérek, mintha nyugatiból kéne visszajönni. Vagy Zuglóval szerencsétlenkedni ott az összes 7-es, vagy akármilyen busszal. Úgyhogy a szerencsétlené van a megálló kiosztály Zuglóba, hogy visszafele, mert hogy a Bosnyák tér fele, ott jó távol áll meg a vasútállomástól, nem ott a bíróság előtt, az éjszakai megállóban, ami logikusabb is lenne, mert közelebb van minden átszalási pont az egyes villamoshoz, meg minden máshoz, hanem a túloldalt ott a és akkor meg ott átkerülni a Hungária körúton, ott percekig várni a pirosnál, mert az ilyen szerencsétlenkedő, és meg kellett ilyen sok időt elvesz. Vagy pedig el kell sétálni az amerikai úti megállóban, ami szerintem semmi értelmében nincsen, és csak a sima hetesek állnak ott meg. És hát szerintem már csak a sima 7-es, nagyon más nem is állott meg. Úgyhogy ez meg éppen állna. Tehát egyszerűbb kell kéne leszállni, aztán 85-ösözni. Vagy ha éppen jön egy maradt kőbányos, akkor azzal. Na, szóval mindegy, ez a... Ez van beszélve. Hát ez a vlog videó nagyjából ennyi lesz. Maximum egy kis littet bevágok innen a fényvillamosokról, meg a többi. Egyébként mind a három fényvillamos sikerült elkapni. Fénykép is lett, videó is lett róla. Volt egy pár valós sikerült kísérlet is, de hát azt szerintem nem fogom megtartani, amikor pont belemászott szemből egy villamos az annak útnál, meg ennél ott a Kossuth Lajos sugár úton és perceken múlt, de bármelyik ott egy percen múlt a siker, ugye az előző villamos, ami szembe jött, az késésben be volt, de mégis kb. Egy perce hamarabb elment, mint hogy megérkezett volna a fény, úgyhogy mégis az is jól jött ki.
Hát akkor szerintem ennyi, túl van ez már beszélve, úgyhogy nézzétek majd meg a videót. Ezt a lop videót ezt hamarabb fölteszem, mert gyorsan megvágni, mert rövidebb lesz. Aztán majd mondom, hogy jól, nézzétek meg majd a nagy videót, ahol majd benne lesz az egész közlekedési felhozatal. Nem csak a fényvillamos, mindent, amit sikerült tollizni és sikerült villamosozni. Hát buszozni egyedül nem, tehát helyi járaton nem sikerült itt felszállni, de hát egyszerűen azért valahogy nem jött össze, mert mindenre nem volt idő. És hát azért koncentráltam azért közben azért nézegetek itt, hogy hát bár mondjuk elfele úgyse fog jönni semmi, de azért mégis hátra. Mert azért az időnként hátra pillantok, hogy nem jönne valami mégis a sinem. Úgyhogy hát akkor ennyi, akkor nézzétek meg a videót, majd előbb-utóbb fönt lesz. Hát azt nem tudom, mikor fogom megvágni, mert holnap is majd videózok, meg szombaton is. Tehát a tartalom az gyűlik. Hát a szabad idő meg nem lesz több, de majd időrendben valahogy haladok, aztán előbb-utóbb. Szeretettem elmondani, de akkor ezt így most gyorsan még pótolom, hogy ez viszont a hatalmas nagy előny Szegednek, és ilyen még sehol nem volt, tehát ez nagy piros pont jár itt a szegedi futárnak, hogy a fényjárműveket az külön inverzen megjelölik az összes táblán. Tehát elég egy pillantás, és látod, hogy az fog jönni, és mikor fog jönni. Tehát ilyen sem Miskolcon, se Budapesten nincsen. Hát ez Szegeden ez egyedül álló, viszont a futártábla meg szerintem Miskolcon a legjobb, mert ott nem olyan fontos időt kiírja, ugyanígy, mint itt Szegeden is, hanem még a hőmérsékletet is. Tehát még egy plusz információ. De ilyen szempontból Szeged az szintén. Tehát Szegeden nem, szerintem messze a legjobb a tömegközlekedésre egy országos szinten is. Még a budapestinél is sokkal jobb, szerintem. A város az teljesen jól lefedi, a napi jegy az itt a legolcsóbb. Meg egyébként a sima vonaljegy se drága, meg a bérlet se, a hálózat nagyságához képest. És egy gyakorlatilag itt is, de azt nem tudom az éjszakai közlekedés milyen, de a nappalit azt többször tapasztaltam, hogy mindenhova el lehet jutni. Tehát ez ilyen szempontból jó, és gyakorlatilag a város egyik végéből a másikba, itt tényleg szinte pillanatok alatt át lehet érni. Villamossal, meg betolival pláne. Úgyhogy akkor az ennyi lett volna. Akkor most már tényleg, akkor sziasztok.